az eredeti termékre megtévesztésig hasonlító, de hamisított kozmetikumok, italok, energetikai termékek piaca egyre csökken, és a magyar vásárlók is egyre tudatosabbak. A hamis termékek még mindig 7%-át teszik ki az unióból behozott termékeknek, mintegy 121 milliárd eurós értékben. Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az online vásárlások száma és a webshopok forgalma, amit sok ágazatban kihasználtak a csalók. Átlagban minden tizedik európai embert tévesztettek már meg eladott hamisítványokkal, köztük nem megfelelő minőségű gyermekjátékokkal is. Általában olyan játékok, amelyek valamilyen ismert figurához, kedvenc játék vagy rajzfilmhez kötődik, olyan jellegű, híres, nagy múltú és ténylegesen nagyon divatosnak tekintető építőkockákból álló játékokat hamisítanak, amelyeknek nyilván az értékessége, értéke a piacon elég magas. De azt kell, hogy mondjam, hogy lassan szinte minden egyes termék típusában a játékoknak megjelenik. A hamis termékeknek súlyos egészségügyi kockázatai lehetnek. A hamisítók nem vállalnak garanciát áruik minőségére, így azok akár mérgező anyagokat is tartalmazhatnak, hívta fel a figyelmet a szakember és hozzátette. Az egészség mellett a magyar gazdaságra is negatív hatással van a hamis termékek forgalmazása. Több milliárdos gazdasági károkat okoznak a vállalkozásoknak és az államoknak, ami bevételcsökkenéshez, adókieséshez és munkanélküliséghez is vezet. Ha azt nézzük, hogy az európai hamis áruknak a lefoglalt mennyiségéből 14%-ot kitesz a hamis játékok mennyisége, és ez azért 27 millió hamis terméket jelent minden évben, akkor azt gondolom, hogy nyilván lehet nagyjából érzékelni, hogy itt a gazdasági hatása is nagyon komolyak. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala az Európai Csalás Elleni Hivatallal és a tagállamokkal együttműködve számos kampányt és programot indít azért, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét a hamisítókra és az általuk okozott károkra. Legutóbbi akciójuk során több mint 4000 razziát tartottak, ebből legalább 100 esetben indult eljárás a hamisítók ellen. 2020. októberétől 2021. januárjáig volt egy nagyobb Európai Uniós tagállamokkal történő együttműködés keretei között lefolytatott razzia sorozat, egy Ludus nevezetű akció, ahol itt a kimondottan hamis játékok irányába tartottak a vizsgálódások, illetve ezek a felderítések. Nagyjából egy 6 milliárd forintnak megfelelő hamis árut foglaltak le a kollégák. 27 millió volt ugye a teljes éves hamisított állomány, ebből nagyjából egy 5 milliót most itt sikerült detektálni és felfedezni. A hamisítványok elkerülése érdekében fontos, hogy honnan, mennyire ellenőrzött helyről vásárolunk, és érdemes garanciás, valamint védjeggyel ellátott termékeket választani, javasolta Pomázi Gyula.